Ó, Berci bácsi, az egy remek ember. Falusi fiskális létére olyan pompás megjelenése van, mint egy marhakupecnek. Szervusztok, gyerekek, itt a Berci bácsi! Az ajtót olyan végig nyitja, hogy az már csikorog, mert ennyire sose szokták kinyitni, és úgy áll meg, mint az újévi sült malac, derült és piros az arca, csillognak a szemei. No, öcsém! És ebbe benne van minden. No, öcsém! Ebben ott a gratuláció, az elragadtatás, hogy neki ilyen öccse van, a fölény, hogy mégis ő a nagybácsi, az idősebb, az okosabb, akitől minden szépet és jót várhatnak a gyerekek. De ott van az is, hogy mi vagyunk a faj, a kopjások azt a teremtettél. Ez a no öcsém onnan ered a kuruckorból, vagy még régebbről, az őskorok mélyéből, a harcok és verekedések remek világából, mikor kivágta a kis magyar magát az ellenség hadai közül, és hegykén és nagyra nőtt önérzettel jött meg újra a pátriába, hogy no öcsém. De Lina már nagyon jól ismerte ezt a no öcsémet, tudta, hogy ennek a refrénje az, hogy öcsém egy szóra, adj pénzt, adjál pénzt. És azt is tudta, hogy amíg ő a szobában van, addig ez a sztereotíp két szó nem pattan ki. Igyekezett hát minél tovább a szobában maradni, hogy az urát megmentse, ha lehet. Igen, de a gazdasszonynak dolga van, ha más nem az, hogy találni kell a vendégnek valamit, mert a vendég mindig messziről jön, mindig kiesik a hasa az éhségtől, a vendég számára nincs vendéglő, nem fedezték fel, hogy lehet házon kívül is jól lakni, a vendég úgy jön, hogy a világért egy falatot le nem nyelne, mert nem akarja az étvágyát elrontani, hogy aztán a kis gazdasszony a kis húgon meg ne sértődjön, hogy megveti a jó falatot. Lina hát egy darabig hallgatta a Berci bácsi historizálását, mert nagy dolgok történnek a Berci bácsival még az úton is, vasúton. Hogy kivel nem tud találkozni Berci bácsi? Füzesabonyban képzeld! Mikor kiment Lina, Berci bácsi azonnal titokzatosra fordította hangját, s közelebb ült a legkedvesebb Pista öccséhez. Azt akarom mondani, öcsém, hogy nagy dolog van. Nagy dolog, ez még nem volt, mióta kopjások ilyen szomorú sorsa jutottak. Bánya tulajdonos lettem. Bánya, mondta Pista. Milyen bánya, Berci bátyám? Szén bánya, öcsém. Szén bánya. Pista nevetett. Berci bácsi, akinek soha egy pengője nincs, íme, mint szénbánya tulajdonos. Az úgy volt, öcsém, hogy van egy nagyon jó kis bánya Borsod megyében, Kalács, Kalács bánya, Kölesére. Hát jön hozzám, mint ügyvédhez egy fiatal ember, és előadja, hogy az apja meghalt, az apja egy nagyon derék, tisztességes, törekvő kovácsmester volt, aki óriási munkával és ügyességgel ezt a Kalács bányát megteremtette. Igen, de az Isten adtának persze sohasem volt annyi pénze, hogy szakszerűen tudja művelni, hát csak éppen azt tudta kicsinálni, hogy minden rettenetes világforduláson keresztül megőrizte. Művelés csak éppen annyi volt, hogy a bányakapitányság be ne zárja a bányát. Míg élt, valahogy rendben volt a dolog, mert az öreg kovács Fene Schäftmeister volt, mindig előteremtett annyi pénzt, hogy valahogy az üzem álljon. Hitt a bányájába, mint az Istenben. Tudta, hogy annak jövője van, mert olyan abba a szén, nézd csak, hoztam is mutatóba egy darabot. Ezzel kivett a zsebéből egy újságpapírot, és abból kivett egy darab gyönyörű, fekete gyémántot. Nesze, öcsém, ezt neked hoztam. Ez az én prezentem. Tedd az íróasztalodra, és gyönyörködj benne, ez a mi megváltó csillagunk. Az egész kopjás nemzetségé. Nézd csak, hogy csillog. Milyen aranyerek futnak benne, nézd csak, milyen fekete, milyen kemény, és milyen nehéz. A legjobb porosz szénnel versenyez, de az átlag is jobb, mint a salgótarjáni, hát annál jobb. No, őrizd meg és dicsekedj el vele, mutasd meg ezt, öcsém, mindenkinek, aki a szénhez ért. Vizsgáltasd meg vegyileg, égettesd belőle lombikba, pároltasd, főzest, tisztítasd, mert én tudni akarom, mit ér ez a szén. Pista nézte a szenet. Az csak ugyan nagyon szép darab volt, csak egy baja volt. Berci bácsi. Akárki más mutatta volna neki ezt a szenet, elhitte volna, de a Berci bácsi kezéből félve vette át, s darabig csak gyanúsan és szigorúan vizsgálgatta, aztán letette az asztalra. Ne tedd le, öcsém, ne tedd le! Kiáltott fel Berci bácsi. Lenetett többet, ha szereted az Istent. Ez a mi megváltónk, öcsém, ebből kell a kopjás címert újra aranyozni. Hát, hadd mondjam csak egy kicsit tovább. Szóval,
Ennek a kovács mesternek maradt 6 fia. Kitanítatta őket, és egyikből se lett mesterember, hanem az egyik dínok, a másik telekkönyvvezetőségnél van, a harmadik hajdú, szóval mind tanult ember lett, már annyira, hogy elkerült a Kalapácstól. Most aztán itt van a bánya. A testvérek nem tudnak megegyezni, megosztozni, és az egyik a gyerekek közül éppen én hozzám került ügyvédi tanácsért. Kivette zsebkendőjét, és megterülgette a homlokát. No, hát, öcsém, nekem se kellett több. Ahogy én megláttam ezt a darab szenet, azt mondtam, ez kalács, ez a mi kalácsunk. Kifirtattam, jól megismertem az egész ügyet. Mérleget csináltam róla, aztán elmentem Antal sógorhoz, vele is megbeszéltem, ő az efféléhez kegyetlenül ért, jószágigazgató volt mindig. Szóval, most már benne vagyunk az egész család. Hogy ne legyek hosszú, ma csak annyit mondok, hogy együtt van a családi részvénytársaság. A kovács gyerekeit kifizetjük bagóval, a bányát megértékesítjük. Kihasználjuk, kibányászunk, barátom, Istvánfi, hála Istennek, most már jó helyen van a fejem alja. Nagyszerű, Berci bácsi, gratulálok hozzá. Gratulálsz? Én gratulálok neked, öcsém. Tiszta szívből gratulálok, mert te vagy az, aki a családban az utolsó évszázadban a legnagyobb karriert csináltad. A zsarátnoki főügyész. Tudod te mi az? Tudod te, hogy ki vagy te? Kivált, ha ezt a szenet megismered, megszereted, és belépsz az érdekbe. Most a városok a legnagyobb zavarban vannak, hogy hogyan lehet tüzelővel ellátni magukat. Egyik sincs rendben, veszik a drága szeneket, és rásózzák a kartellek a világ legrosszabb szenét a városokra. Öcsém, zsarátnok városa maga elég nekem megrendelőnek, míg több nincs. Pista húzódva nézett maga elé. Nem tartozik rám, mondta csöndesen. Nem tartozik rád? Hát kire tartozik, ha nem te rád? Egy szavadba kerül, szólsz a városi gazdasági hivatalnak, nem mondasz nekik semmi más, csak azt, hogy vizsgálják meg ezt a szenet. Tegyenek egy próbarendelést a bányánál, ingyen hajlandó vagyok egy egész vagon szenet adni, hogy a város kipróbálhassa, alkalmas-e például a színház fűtésére. Ha nem alkalmas, egy huncut krajcárt ne fizessenek nekem. Próbálják ki az összes városi üzemeknél. Ha tudják használni, jó. Ha nem tudják, nem szóltam semmit. Ez nagy bökkenő volt Pistának, aki soha még üzleti dologgal nem foglalkozott. Nem lehet, Berci bátyám, nem lehet, mondta határozatlanul. Nem tartozik rám, és én nem akarom a magam presztízsét üzletszerzésre felhasználni. Ne őrülj meg, öcsém! Kiáltott fel elképedve Berci bácsi. Kidobod az aranyhegyet az ablakon! Te is valaki vagy, gyermekeid vannak, azokról is gondoskodni kell! 20% ajánlhatok fel neked az egész megrendelés után. 100 000 pengős megrendelésnél lesz, barátom, 20 000 pengőt jelent. Tisztán, parázson, bárözgeld. Hogy van neked csak úgy eldobni merszed ennyi pénzt, te kis kópé? Ráduszítom a feleségedet és az egész családod. Mindnyájan megvolnánk mentve, mert úgy gondoljuk, hogy erre a célra a családi részvénytársaságot meg kell és meg is lehet alapítani. Az elébb azt mondtad, hogy már meg is van. Papíron, de az az effektuálás, a megrendelés is van, és meg lehet csinálni. A mai nehéz viszonyok között nem lehet pénzt előteremteni levegőből, ha még olyan remek is az üzlet. De ha van egy ilyen megrendelése, akkor már kész az üzlet, akkor már annyi pénz áll rendelkezésre, hogy el se tudjuk helyezni. Neked egy fillért sem kell befizetni, mi a bányát átveszük és kezeljük Antal sógorral, neked semmi dolgod, zsebrevágod a hasznot és gyerünk. Pista mély kedvetlenséggel hallgatta az öreget, egész életében abszurd tervekkel volt tele, és csak a kifejezéseken törte a fejét, hogy lehet elbújni a nagy szél elől. De az volt a szellem, hogy a családbelieket nem szabad kritizálni, mert ki kímélje az embert, ha nem a családtagok. Így nevelték őt otthon, az édesanyjának volt ez a szelleme, ez némította el most is, hogy végighallgassa az öreg minden mondókáját, egész délutánját lefoglalta. Ha Lina benn volt, Berci bácsi mindjárt másra fordította a beszédet, a családról, a rokonokról volt elég mondani valója, mert mindenkit ismert, mindenkivel érintkezett és tele volt, érdekesnél érdekesebb pletykákkal. Tudja, Berci bácsi, ki gratulált először Pistának? Mondta Lina finom mosolyjal. Lajos bácsi. Miféle Lajos? Bátai Lajos. Ki az? No hát, a Berci bácsi testvére. Az Istenért, csak nem állottatok vele szóba, adni neki egy pengőt és menjen a dolgára, hisz az egy pestises ember. Hallgattak. Lina és Pista
mosolyogtak magukban. S mit kért? Kérdezte Berci bácsi a jó falatok rágcsálása közben. Ruhát. Csak nem adtatok neki. Miért? Hé, akkor nem fogtok szabadulni tőle. Fel fog öltözni, és jön a nyakatokra. Milyen ruhát adtatok neki? Az uram régi ferenciuskáját. Na, nektek sincs jó dolgotok. Holnap a püspöknél lesz. Éppen az kellett neki, és annak az a mániája, hogy papnak kellett volna őtet nevelni. Sohasem értünk neki fekete ruhát adni, mert akkor mindjárt elkezd mászkálni, és végig kompromittál az egész világ előtt. Barátom, vigyázni kell a rokonokra. Ez volt az első kérése, szólt csöndesen Pista. Sose fordult eddig hozzám, még levéllel se. Miért fordult volna? Nem várt? Pista különösen nézett Berci bácsira, nem jutott eszébe, hogy ami azt illeti, Berci bácsi sem fordult eddig hozzá. Az öreg úrnak különben eze ágában sem volt, hogy elmenjen, ott maradt a vacsorára is, összeült a gyerekekkel, és úgy eljátszott velük, mintha ő is egy öreg gyermek volna. Úgy meg tudta magát szerettetni, hogy a fiúk a nyakába ugrottak, és úgy lógtak rajta, mint a verebek a fán. Az öreg úr előszedte a legszebb történeteit, rengeteg dolog esett meg vele életében, s még Lina is kénytelen volt mosolyogni és elismerni, hogy szeretetre méltó vén kópé. Másnap a reggeli vonattal utazott el az öreg úr, s jó néven vették tőle, hogy a városban senkit sem keresett fel, csak náluk maradt, és velük töltötte az időt. A bányáról többet nem beszélt, csak mikor el akart indulni, akkor fordult oda Pistához. Öcsém, van 20 pengőd? 20 pengő? Kifogytam a pénzből, de ha nincs éppen nálad, az se baj, majd csak lesz valahogy. No, hanem azt mondom, hogy ezt a szénbánya dolgát, ezt jó gondold meg, én a jövő héten megint erre járok, akkor bejövök, nem kell éppen sietni a dologgal, de el se szabad késni. Nem mondom, még fiatal vagy az állásodban, hanem azért annyit megtehetnél, hogy ezt a széndarabot megvizsgáltatod a városnál. Nekem is nagy érdekem, hogy megtudjam róla a hivatalos véleményt. Ha aztán a vélemény nem rossz, akkor lehet valamit kezdeni. Nem mondom, késő az idő, mert itt a november, rendes gazda már gondoskodott a téli beszerzésről, hanem jövőre is élünk, akkor is kell a pénz. Elő kell készíteni a talajt. Pista nagyon szeretett volna egy kis pénzt adni az öreg úrnak, de csak ugyan úgy volt, hogy nem volt nála egy fillér, és az öreg érdekében nem mer Linától kérni, így hát üres kézzel bocsátotta el, és valami mentegetődzéssel a felesége így, úgy, majd máskor, még egyelőre maga se tudja, hogy van. No, majd megcsináltatom én azt az ajánlatot hivatalosan a bányai igazgatóságnál, és azt neked küldetem be, öcsém. Bányai igazgatóság, gondolta Pista, és meg volt győződve felőle, hogy Berci bácsi szenéről többet nem is fog hallani. Mit akart ez a vén szélkelep? Kérdezte Lina, mikor Berci bácsi kihúzta a lábát az ajtól. Semmit, mondta Pista. Mi az a semmit? Hát, nevetett kényelmetlenül Pista. A szokott nagy ötletekből hozott valamit. Van egy szénbánya, ahol ő neki valami nagyobb szerepe van, valószínűleg ágens. Na, és mit akar? Megrendelést szeretne a városnál. Az Istenért, Pista, csak nem avatkozol bele. Eszembe sincs. Vigyázz, lelkem, vigyázz, ez egy kedves öreg szamár, valahogy komolyan nevedd, amit mond. Hogy Pista hallgatott, Lina meggondolta, hogy mégis az ura nagybátyjáról van szó, és nem akarta, hogy a szíve fájjon. Én nem mondok semmit, én nem tudok semmit, de azt tudom, hogy Berci bácsi szavára nem lehet adni. Persze, hogy nem lehet. Itt hagyta ezt a darab szenet, hogy vizsgáltassam meg. Ugyanhol vette, melyik vasútállomáson dugta a zsebébe? Lina maga is nevetett azon, amit mondott, de Pista nagyon rossz néven vette tőle.